január 1-e az egyházban nem csak Szűz Mária istenanyaságának az ünnepe, hanem a béke világnapja is egyben. Erről a békességről, a krisztusi békéről szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni és megosztani veletek. Jézus boldognak mondja a békesség teremtőket, azt mondja, hogy ők Isten fiai. Konfliktusokkal terhelt világunkban, konfliktusokkal terhelt társadalmunkban, családjainkban, békétlen szívünkben nagyon hiányzik az igazi béke. Boldog békés új esztendőt kívánunk egymásnak. Rajtunk is múlik, hogy mennyire lesz békés az előttünk álló új esztendő. Minden háború a szívekben kezdődik, és aztán onnét terjed tovább, gyűlöletként, haragként, fegyverkedésként és harcként. Komolyan kell vennünk a szív békéjét, és mielőtt még háborúságot okozna a családjainkba, a környezetünkbe, törekednünk kell arra, hogy elnyerjük a szív békéjét, és aztán békességteremtő emberek legyünk, akik Isten fiai és leányai. Kik a béke emberei? Mikor lesz igazán béke a szívünkben? Úgy tűnik, csak akkor, hogyha nem leuralni akarjuk a környezetünket, akár Istent is, hanem fordítva. Azokban van a béke, igazi béke, akik készek átadni magukat egy náluk nagyobb szeretetnek, akik szeretetből önként lemondanak például az akaratosságukról, lemondanak a szabadságukról, nem megfosztják magukat a szabadságtól, hanem átadják a szabadságukat egy nagyobb szeretetnek. Átadják az akaratukat egy náluk nagyobb akaratnak. Amikor képesek belesimulni egy szeretettel teli személyes kapcsolatba, az Isten irántunk való szeretetébe, akik ezt megteszik, béke lesz bennük. És lehet, hogy naponta sokszor kell megtenni mindezt. Amikor háborog a szívünk, amikor békétlen, akkor nem fegyverkezni kell, érveket kovácsolni, hanem el kell dönteni, győzni akarunk, vagy szeretni. Ha szeretni, akkor meg kell adni magunkat egy nálunk nagyobb szeretetnek. Annak a szeretetnek, aki maga az Isten. Ha átadjuk neki a szabadságunkat, az akaratunkat, átadjuk neki a sérült, sebzett élményeinket a másikkal kapcsolatban, akkor ő békét teremt bennünk. Először befele kell elindulni. Oda, ahol a szív
a szívünkben maga Isten a béke fejedelme lakik. Először vele kell találkoznunk, és csak utána elindulni a másik felé, aki szerintünk a békétlenségünk okozója. De soha nem a másik a békétlenségünk okozója. Kiváltója lehet, de a békétlenség oka, forrása az bennünk van. Ha elindulunk befelé, a bennünk élő béke fejedelme Jézus Krisztus felé, és átadjuk neki a szabadságunkat, az akaratunkat, vagyis lefegyverezzük magunkat, megadjuk magunkat egy nagyobb szeretetnek, akkor leszünk békességteremtők. És akik békességteremtők, ők a remény emberei. Amikor konfliktus van, amikor veszekedés van, amikor vihar van, akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy van-e remény. És elkezdünk félni, mert reménytelennek látjuk a szeretett kapcsolatainkat, a családunk dolgait, a házasságunkat, a társadalmi életünket. Elkezdünk félni, és a félelem, ha eluralja a szívünket, erőszakot szül bennünk. A békesség teremtők a remény emberei. Képesek nyugton maradni a konfliktusok idején is, és képesek reményt adni az embereknek. Földelik a félelemből fakadó feszültségeket, kioltják a haragból, harag által korbácsolt hullámokat, és igazi reményt adnak, távlatot. Újra felébresztik a reményt a szívekben. A békesség teremtők adok a szolidaritásnak, a testvériességnek az emberei. Mivel megmarad a szív békéje bennük, képesek a konfliktusok idején is meglátni az emberben a testvért, aki ugyanannak az atyának, a mennyei atyának a gyermeke, aki ugyanúgy Isten képmása, mint ő. Ez az igazi alapja a szolidaritásnak, a testvériességnek, hogy egy atyának vagyunk mindannyian a gyermekei, fiai és leányai. Ugyanannak az Istennek vagyunk a képmásai. A békességteremtők, mivel bennük béke van, akkor is látják ezt, amikor konfliktus van, amikor veszekedés van, vita van, megosztottság van. A békesség teremtők az egység emberei. Mivel tudják, hogy nekik megbocsátott az Isten, képesek és készek megbocsátani az ellenük vétőknek. Képesek bocsánatot kérni, és készek is rá, és képesek, készek elengedni az adósságokat, amit a másik felhalmozott velük szemben. Ők az egység emberei. A békesség teremtők tudják, hogy a békének ára van. És ezt az árat, a saját testükbe kell megfizetni. Azzal, hogy készek, lemondva az akaratukról, az akaratosságukról, lemondva a szabadságuk keresztül vitelén, képesek önmegtagadást, áldozatot hozni másokért. Ők tudják, hogy Krisztus békéje a kereszt áldozatból fakadt.
hogy meg kell halni önmagunk számára, ahhoz, hogy élni tudjunk Krisztus és a többi ember számára. De nekik ez nem veszteség, hogy meg kell halni önmaguk számára, hanem a legnagyobb nyereség. Mert aki kész erre, az be fogja tölteni egy új élet, a Krisztus élete. Ők nem vesztesek, hanem az örök élet nyertesei, itt és most. Boldogok a békesség teremtők, mert ők Isten fiai és leányai. Akarsz-e békességteremtő lenni 2020-ban? Ha válaszol igen, akkor indulj el ezen az úton. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.